Na, szervusztok, kedves nézőim! Hát egy ilyen gyors flash bejelentkezés, csak hogy azért valamelyest megnyugtassalak benneteket, hogy teljes egészében nem tűntem el, csak hát ugye még mindig nincsen új kamerám, és az az igazság, hogy bár tudnék filmezni ezzel az elsődleges mobillal is, de nem akarom azt, hogy ez is tönkre menjen valami forgatás alkalmával, valami kapkodás miatt, vagy valami egyéb havária miatt. Úgyhogy ezt a telefonomat nem szeretném tönkre nyúzni ilyen utazásos videókkal. Na most ugye az előző, illetve a másik telefonom a Huawei P9 Plus, az igazából annak a javítási költsége az többszörösen meghaladja az erre kiadható összegeknek a... Szóval gyakorlatilag hát egyszerűen fogalmazva meghaladja azt a szintet, amit én ki tudok adni szervizelésre. Mivel hogy Magyarországon ugye ez a garancia kérdés az olyan, gyakorlatilag mindennél, tehát minden elektronikai eszköznél, hogy na folytatom, csak ez a kutya állandóan beleugat. Szóval az a helyzet, hogy gyakorlatilag ugye a törés, mint olyan, az garanciavesztéssel jár. És gyakorlatilag Magyarországon ez senkinek nem szúrja a szemét, senkinek nem böki az oldalát, hogy egész egyszerűen... De az egy dolog, hogy egy halom pénzt kérnek ezekért a telefonokért, meg ilyen szipi-szupi, meg ezt tudja, meg azt tudja, csak ne menjen tönkre. Na akkor aztán kész. Tehát nekem aztán tehetnek mindenféle csiri-csári plakátokat a városba, meg dőlhet a reklám százszámra, tévéből, rádióból, meg az Isten tudja honnan, különféle szórólapokról. Ez mind szép és jó, csak általában a telefonoknak, így gyakorlatilag hát ugye ennek a Sony telefonnak is, ugye alapvetően, szóval Isten ments, hogy meghibásodjam. Tehát abban a pillanatban gyakorlatilag egy rémálommá válik igazából az, hogy van egy készüléked. Mert ebből elkezdődik az a szarakodás, hogy most mi számít garanciális javításnak, meg mi nem. Úgyhogy, mivel a hivatalos szerviz közel 40 ezer forintért vállalta volna csak a javítását annak a telefonnak, így egyértelműen elutasítottam az ajánlatot, mert hát azért madár nem vagyok, tehát azért nem most jöttem le a falvédőről. A P9 Plus az mostanra már egy kifutott telefon lett, azóta a Huawei-nek ugye kijött a P10-es széria, ami hát elég megosztó lett, mert egy olyan aránylag semleges dizájn kapott, tehát nem lett valami hippi-szupi dolog. Na jó, hát mondanak róla jókat is, én nem mondom, de hát azóta kijött ugye a P20-as széria, ami ráadásul már nem bővíthető. Elvették a jack-aljzatot, meg mit tudom én, szóval. Aztán kijött ugye a Mate 10 Pro, meg mit tudom én, szóval. Lökik ki a telefonokat, mint tojás a tyúkot. Csak igazából egyetlen gond van ezzel, hogy addig, amíg nem hibásodik meg, addig mondom, nincs is érdemben ezzel probléma. Jó, hát adják ki. Csak akkor hát azért egy olyan telefonra, mint a P9 Plus, ami hát egy 2016 elején, tehát 2016 elején debütált, én úgy tudom, hogy ez a telefon.
a piacon. Tehát azért, hát akárhogy számolok, ez azóta már eltett jó 2,5 év. Tehát egy kifutó telefonról van szó technológiai szempontból. Úgy egyébként tényleg remek telefon volt. Tehát remek telefon, mert még most is abszolút üzemképes. Csak egy szerencsétlen helyen törött össze, ott az optikánál. És hát baromira belelátszik ugye az a fénytörés, ami a repedésből származik. Úgyhogy hát az a hosszú távú elképzelés, hogy majd azért ezt megjavítatom ilyen sundám-bundám szervizzel. Nekem nem kell számla, nekem nem kell garancia a szervizzel. Ott az a kis panel, legyen kicserélve valahogy, ezt jó van. Vagy mit tudom én. Vannak ilyen helyek, ismerek azért ilyen helyeket, mert azért sokat látott ember vagyok már így a tekintetben legalábbis. Szóval a lényeg az, hogy egyelőre hát egy kicsit az ág is húzza a csatornámnak a működését. Számtalan olyan dolog van, ami nehezíti a működését. Most én persze nem azt mondom ezzel, hogy abszolút nem fogom folytatni, vagy valami hasonló, mert szeretném ezt tovább folytatni, de az az igazság, hogy be kellett lássam azt például, hogy az, hogy ide elköltöztünk vidékre, tehát konkrétan ugye Üllőre, ez ugyan baromi közel van Budapesthez, hát gyakorlatilag itt vagyunk Budapestnek a délpesti farába gyakorlatilag, már bocsánat a megfogalmazásért, de az a helyzet, hogy ez, hogy csak fél óránként van esély arra, hogy valamilyen közösségi közlekedési járművel bejussak, konkrétan Budapestre, és akkor még menjek el az adott viszonylatnak valamelyik végállomására, hát szóval ez az, ami egy kicsit nehéz, és sok. Hétvégén meg aztán csak óránként alvomat, tehát egyébként pont ma vettem meg a félhavi, egyelőre csak félhavi vonatbérletemet, mert elegem lett abból, hogy folytont az automatával a cseszekedés. Ez egy jeggyel, meg mit tudom én, csak szarakodni. Fogom, felmutatom a Kallernek ezt, Budapesten meg felmutatom ezt. Értitek? Na, tehát meguntam, na, elegem lett abból, hogy szarakodok ezzel a jeggyel. Úgyhogy egyelőre ilyen közlekedéses videó, hát ezen a héten nem tudom mi a fenét tudok összehozni, de valamit szeretnék. Hát most egy hétköznap biztos, hogy nem. Tehát ez szinte tutira merem állítani, hogy hétköznap biztos, hogy nem jutok el. Egyéb okoknál fogva, tehát mondom, mindig van valami, ami megnehezíti a dolgomat. Hát többen rákérdeztetek már igazából, hogy mi a helyzet a 48-as villamossal. Hát ezt köszönjük szépen, el van, megvan. Szóval ez az, hogy az most már lassan a negyedik hónapba lépett, ami a várakozást illeti. Tehát valami bitang módem akar összejönni. Ugye ott meg az a nehezítő tényező valamilyen szempontból, hogy az csak szombaton közlekedik, de tényleg se egyik másik nap se. Csak és kizárólag szombaton. Igazából nem teljesen értem a logikát ebben, hogy miért pont szombaton közlekedik csak. Tehát pláne azt nem értem, hogy csak. Tehát, hogy egyik másik nap sem. Tehát ez nekem ilyen furi. Az az igazság. Na mindegy, szóval gyakorlatilag hát ez egy ilyen bevásárló villamos, mert hát ugye nyilván, hogy ez a Savoia Park nevű hely, ez a bevásárló komplexum az igen sok pénzt fizet azért, hogy legyen még egy viszonylat, ami oda hordja az utasokat a belvárosból, mert hát ugye
alapértelmezetten hétköznap, ugye a 17-es villamossal lehet oda a legegyszerűbben eljutni. Villamosra, hát ezen kívül még vannak buszjáratok is, amik konkrétan a Savoya Parkhoz közlekednek. De hát egyrészt én azt gondolom, hogy óriási hiba volt megszüntetni a 18-as villamost. Mindez természetesen csak azért, mert fonódó villamos meg anyám kínja. Szóval gyakorlatilag ez egy értelmetlen dolog volt. Ebből is látszik, mert csak van szükség ezek szerint, és nyilván van rá igény is, hogy legyen egy járat a belvárosból, konkrétan tényleg a belvárosból, ami kimegy oda a Savoya Parkba. Hát, hogy aztán most tényleg megéri-e, hogy most a Deák Ferenc térről tényleg ki az, aki elmegy bevásárolni oda? Hol vagy a kanyadik kerület, az 22. Még talán, vagy már. Szerintem az a 22. kerület a Savoya Park. Na mindegy, ma igazából nincs is nagy jelentősége, vagy még Kelenföld. Hát, szó. Bevallom, nem tudom. Most így hirtelen, hogy az már 22. kerület, vagy még 11. Állja csak a Budafok. Oda tétény között van valahol, hát a kettő határán van nagyjából. Na, tehát a lényeg az, hogy ez tulajdonképpen bevásárló járat, nyilván, hogy a banyatalicskás öregasszonyoknak ez egy kitűnő program, hogy a Deák Ferenc térről becsasszolni oda a Savoya Parkba. Egyébként semmi olyan hűha, különleges dolog nincs ám ott, tehát az égett a világon. Van egy rakás üzlet, gyakorlatilag ilyen, hát szálljatok, Möbelix, hát most reklám, persze, most nem, de tudjátok, én ezzel nem foglalkozok. Tudjátok, na, szóval ez is egy ok, amiért nem lehet elsődleges telefonnal filmezni. Tehát jönnek az SMS-ek, meg mit tudom én, szóval nem lehet. Tényleg, ez képtelenség. Na, szóval, ugye Obi, Ocean, Möbelix, Jisk, meg mi is van? Nagyon jó, tudja, nem tudom, valami még van, meg hát egy rakás kis üzlet ott az Oceannek az üzlet során. Szóval, ja, tehát igazából ennyi. A lényeg, tehát egyelőre még vakarózom egy kicsit, hogy mi a frászt csináljak. Aztán majd csak lesz valami eredménye a sok vakarózásnak. Ha más nem, akkor az, hogy kisebb esedik a bőröm. Na jó, ez kicsit olyan ironikus volt. Na, jó, hát akkor ennyi lett volna ez a flash. Köszönöm a figyelmet, remélhetőleg hamarosan azért valamit tudok produkálni, de mondom, hétköznap ne várjatok most semmit. Legalábbis ezen a héten hétköznap biztos ne. Hogy ennyi voltam egyelőre, aztán ha összejön mégis, csak a 48-as villamos, esetleg most szombaton, elég jó időt mutatott rá a meteorológia, akkor ezt majd úgyis látjátok időben. Na, ennyi voltam. Köszönöm szépen a figyelmet. Ciao.